2011. szeptember 1-től iskolák új fenntartója a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lett. Ettől az időponttól folyamatosan nőtt tanuló létszámunk. 2011-ben 507, ma pedig már 571 kisdiák tanul a régi polgári fiúiskola és az 1991-ben épült épületszárnyunk tantermeiben. A megnövekedett gyerek létszám miatt szükségessé vált oktatási helyiségeink bővítése. Ehhez az intézmény fejlesztéshez kaptunk anyagi támogatást fenntartónktól, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspökségétől, főtisztelendő Bosák Nándor püspök úrtól. A nagylelkű támogatásnak köszönhetően 2013 nyarán megindulhattak a bővítési munkálatok. Az eddig kihasználatlan tetőtérrészt találtuk alkalmasnak új tantermek és közösségi helyiségek kialakítására. Az eddig raktárként szolgáló padlás tetőtér néhány hónap alatt hatalmas változáson ment keresztül. Új tető került az épületszárnyra, amelyen már a tetőtéri ablakok engedték be az addig sötét padlástérbe a fényt. Kialakításra kerültek a kisebb és a nagyobb tantermek, csoportszobák. Végre helyet kaphatnak a gyerekek által közkedvelt táblajáték és készségfejlesztő sakkeszközök is. Megtörtént a tantermek berendezése, felkerültek az új táblák. December 1-én, ma az épületrész megáldási és átadási ünnepsége után valamennyien megtekinthetjük és gyönyörködhetünk iskolánk új részében. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak és segítettek bennünket abban, hogy ez a nagy munka megvalósuljon. Mindenekelőtt köszönetet mondunk főtisztelendő Bosák Nándor püspök úrnak nagylelkű segítségéért, támogatásáért. Tudjuk, hogy püspök atya nem csak anyagilag, hanem imáival is segíti az oktatási intézményeket. Isten áldása legyen életén, munkáján. Köszönjük Rezsőfi Ágnes tervezőasszony munkáját, aki 23 évvel ezelőtt az új épületszárnyunk tervezését is végezte. Nagyszerűen dolgozott a Viadukt Kft. Csapata Kálnási László ügyvezető igazgató úr vezetésével. Isten áldását kérjük mindannyiuk és családtagjaik életére, munkájára. Nagyapáink, nagyanyáink, szemükbe biztatás vagy vád, ne hagyjátok a templomot s az iskolát.